Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a Gyurgyalagos tanyáról. Ez egy új videó, aminek kettő fő célja lesz. Az első részben el fogom mondani azt, hogy hogyan is néz ki az idei szezonunk, hogyan is tervezzük az idei szezonunkat, ugyanis ezzel kapcsolatban úgy érzem, hogy van néhány dolog, amit érdemes tisztázni, legalábbis így az internetes beszélgetésekből kiindulva. Másik részben pedig bemutatom azt, bemutatjuk azt a kis operatőrömmel, hogy hogyan is néz ki jelenleg a kert, mi az, ami már megtörtént, mi az, ami éppen folyamatban van, meg úgy általában mi történik, úgyhogy nagyjából így fog kinézni ez a dolog. Kezdjük akkor a zöldségközösség résszel, ami ugye az idei szezonunknak a jelszava lehet. Ugye ehhez, hogy ezt megértsük, annyit mindenképpen előjáróban elmondanék, hogy a tavalyi évünk hogyan működött, tehát tavaly ugye rengeteg zöldségünk termett, és azokat dobozokban heti szinten lehetett tőlünk megrendelni, adhok jelleggel, tehát amikor éppen valaki szeretett volna, akkor vásárolt, és ezt mi házhoz szállítottuk, ami azt jelentette, hogy a hét három napját házhoz szállítással töltöttük, másik három napot pedig az előkészületekkel, tehát gyakorlatilag ez szinte elviselhetetlen terheket rótt ránk, úgyhogy idén ezen mindenképpen szerettünk volna változtatni. A zöldségközösség egy olyan koncepció, amely a világ számos pontján működik, és már régóta működik, tehát ez nem valami úri hóbort, vagy valami nagy újdonság. A zöldségközösség esetén a gazda, illetve a fogyasztó, itt ez esetben ugye tagoknak hívhatjuk a fogyasztókat, egy kölcsönös, egész szezonra szóló elköteleződést vállalnak egymással szemben, tehát nyilván a fogyasztó az azt vállalja a szezonra, hogy ő támogatja a gazdának a termelését, a gazda pedig azt vállalja, hogy ő pedig termel a fogyasztónak. Na most ebben az együttműködésben ezt olyan szinten kell elképzelni, hogy itt a közösség, mint olyan, ez nem csak egy jelszó, hanem itt egy valódi közösség alakul ki, ami, mint például a tyúkodvarban egy állandó közösség van, aki mindig akkor próbál zajt kelteni, amikor én próbálok beszélni. Tehát az a lényeg, hogy itt a fogyasztók, tehát a tagok és a gazda egy szinten van, együtt hozzák meg a döntéseket. Ez azt jelenti, hogy a szezon kezdetén, ugye én vagy mi már előkészítettünk egy tervet, ami alapján mi a szezonunkat tervezzük. Nyilván tudjuk, hogy hány személynek, hány családnak, hány részesedésnek vagy részesedésben tudunk termelni, de ezzel együtt, hogyha bekapcsolódnak a tagok, akkor ők még azt megmondhatják, illetve elég nagy beleszólásuk lehet abban, hogy pontosan miket is kapjanak. Tehát mi már elkezdtünk, nyilván majd mindjárt látjuk is, hogy milyen dolgokat kezdtünk el palántozni, de valaki azt mondja, hogy neki ez és ez hiányzik, vagy ilyet és ilyet szeretne, akkor mi megpróbálhatunk olyat csinálni, persze, hogyha értünk hozzá. Úgyhogy ez az egyik része. Ahogy említettem, egész szezonra szól az elköteleződés, és heti szinten átadó pontokra szállítjuk a zöldségeinket, tehát a vállalás a fogyasztó részéről az is, hogy heti szinten eljön és átveszi a zöldségeit. Tehát itt nem házhoz szállítással dolgozunk, hanem ezeken az átadó pontokon, erről majd a leírásba rakok pontos részleteket, de egyelőre annyit mindenképp el tudok mondani, hogy van egy átadó, illetve lesz egy átadó pontunk Zuglóban, illetve egy a 19. kerületben, ahogy említettem, a további pontos részletek a leírásban lesznek, illetve egy lesz 60-ban is, tehát ez a három fő átadó pontunk van, lesz áprilistól, ugyanis április 18-án indul a szezonunk, onnantól heti szinten egészen november végéig szállítjuk az átadó pontokra a zöldségeket, és nagyjából talán ez a fő lényege szerkezetileg, vagy hát itt technikailag. Tehát itt ugye azt kell tudni, hogy a kockázatokon, illetve a nyereségen is osztoznak a fogyasztók és a gazda, tehát hogyha valamiből több terem, mint ami átlagosan elvárható lenne, akkor azt megkapják ugyanúgy a fogyasztók, tehát máshova nem értékesítünk, tehát nem lehet külön dobozokat rendelni, nem járunk a piacra, tehát aki tag, az kap ezekből a zöldségekből. És ugye a kockázat rész is közös, tehát hogyha valami égszakadás, földindulás jön, és amiatt a termés nem lesz annyi, mint ami elvárható lenne, akkor ez is benne van a pakliban, de pont ez a lényeg, hogy itt egy szezonális termesztés folyik, tehát itt mindig, ami éppen terem a kertben,
azokat tudjuk elosztani, és hát ennek a termelésnek része az, hogy vannak benne kockázatok. Tehát ez a normális termesztés, vagy a termelés, tehát ez a normális gazdaság, nem az, hogy decemberben, nem tudom, őszi barackot veszünk a bevásárlóközpontban, mindig elérhetően. Tehát nagyjából ennyi, amit mindenképp el szerettem volna mondani, hogy persze több, hogy is mondjam, csak összetevője van ennek, valószínűleg van jó néhány, amit nem említettem, úgyhogy nagyon szívesen veszem azt, hogyha kommentekben erről kérdések érkeznek, tehát én erről nagyon szívesen beszélek, ugyanis teljes meggyőződésem, hogy ez mind a fogyasztónak, mind pedig nekünk egy jól tervezhető, sokkal jobb rendszert jelent, mint a tavalyi jelentett. Úgyhogy ennyit szerettem volna a zöldségközösségről elmondani. És akkor nézzük meg azt, hogy a kertben mi zajlik, mert hogy talán ez is érdekes lehet mindenkinek, nekünk mindenképpen. Úgyhogy kezdjük is a bemutatást talán azzal, hogy itt egy pillanatra megfordulunk. Jó, és mint egy villám csapás, mint egy varázsütés, meg is fordultunk. Tehát ez az a szerkezet, ami egy nagy hiányt, egy nagy űrt fog betölteni itt a gazdaság életében. Ez egy zárt tároló, egy nyitott tároló szerszámoknak, illetve, amit talán még fontosabb, egy zöldség előkészítő mosó állomás lesz, ami a mi munkánkat sokkal könnyebbé teszi, illetve azt a egyébként tavalyhoz képest jóval nagyobb mennyiségű zöldséget, amit idén fogunk termelni, annak az előkészítését, tisztítását, adott esetben csomagolását, hűtését fogja lehetővé tenni, tehát ez egy nagyon nagyon fontos része a dolognak, úgyhogy ez az egyik, ami most itt zajlik. Illetve hát aztán az ágyások, hogyha arra rákukkantunk, akkor azt láthatjuk, hogy vannak olyanok, amelyekben már igazából vetettünk dolgokat, vannak olyanok, amik még mindig előkészítésre várnak, és akit jól látható az a kísérlet, amit én itt tavaly elindítottam egy takaró növénnyel, hát nem lesz takaró növényünk, azt hiszem, többször nem nagy értelmét látom ebben a rendszerben, amit mi használunk. Úgyhogy azt is láthatjuk, hogy ebben csomó lyuk van, imádták a pockok, nem szeretnénk pockot nevelni, az az igazság. Úgyhogy a két ágyás közötti különbség az, hogy ez ugyanúgy nézett ki, mint az, be lett egy kicsit kapálva, hogy a pockoknak az ágya, vagy a járatai beomoljanak, és arra hordtunk egy hát jó pár centi komposztot, ami tavalyról szerencsére még elérhető volt. Azért mondom, hogy szerencsére, ez jó érett komposzt, szemben azzal, amit most sikerült idén megvásárolni, de akkor lépjünk arrébe egy picit, és akkor megnézzük a többi részt is. Na hát akkor az egyik rész, az a tavalyi tökföldünk, talán emlékeztek még, hogy micsoda remek tökföldünk volt itt, a hatalmas Atlantic Giant nevű remek tökökkel, meg az egyéb finomságokkal. Lényeg az, hogy ez olyan szempontból kiváló volt nekünk, hogy ugye látszik, hogy itt vannak a tavalyi tökföldnek még a maradványai. Itt elsősorban most az agroszövet az érdekes, ugyanis az elnyomta a gyomokat alatta, úgyhogy ezt most kiválóan föl tudjuk használni arra, hogy új ágyásokat telepítsünk. Ez a komposzt, amit idén sikerült szerezni, ez sajnos még nem nagyon jól, tehát még félkész, nem érett. Úgyhogy ezt én most mindenféle módszerrel próbálom kezelni, tehát a mindenféle módszer az olyan biológiai oltóanyagoknak a használata leginkább, amelyek segítik ezt a komposztálódási folyamatot, és ezáltal abban bízom, hogy ez májusra eljut egy olyan állapotba, amikor már előnevelt palántákat bele tudok majd ültetni, és ők szépen fejlődnek. Úgyhogy itt ebből az ágyásból lesz 6 vagy 7 darab, jó hosszúak, 22 méteres ágyások, és a tökföld pedig oda a gazba települ majd át. Egyébként most mindenki azt gondolja, hogy abban a gazba hogy ültetünk tököt, hát a tavalyi tökföldünk is így alakult ki, tehát pont egy ilyen területet használtunk, és hát nem tudtuk hova rakni a sok cukkinit meg a sok tököt, úgyhogy ez működni fog, hát jelenleg még nem néz annyira jó ki, de majd meglátjátok. És akkor nézzünk be a palántázóba, hát itt vannak még ilyen akadályok, de azok mindig is lesznek. Most itt ki van bontva, ugye az asztalról láttatok egy kis videót korábban, tehát ez egy fűthető asztal, van egy termosztát, ami szabályozza a hőmérsékletet. Szerencsére nincsenek olyan iszonyú fagyok, mint például a tavalyi szezonban. Tavalyi szezonban még március-áprilisban voltak komoly fagyok, most viszont konkrétan nyár van.
Mindegy, lényeg az az, hogy itt már növekednek a kis dolgok, illetve Franciska jelzi, hogy ő is itt van. Ő az egyik kutyusunk, de most ő nem fog szerepelni ebben a videóban. Úgyhogy itt már sok minden van. És itt látjátok az egyik technikai megoldást, tehát ez egy fátyolfólia, ezzel estére betakarjuk a kis növényeket, hogy ugye egy picit az a hőt segít vissza, tehát igazából nem is picit. És akkor van itt kötöző hagyma, új hagyma, ki hogy ismeri, van sima fejes saláta, van egy különleges metélő zellerünk, aztán van fejes káposzta, fodros kell, pórihagymából van több, van egyféle karalábé, kétféle karalábé, itt van körülbelül 10 féle menta, ilyen kis picik, azok reméljük, hogy lesz belőlük valami. Aztán tegnap lettek elvetve a paprikáink, ami azért érdekes, hogyha erre egy picit rá tudunk közelíteni, mert hát nem tudom, nem számoltam, de körülbelül 20 féle paprika, a különlegesebbnél különlegesebb fekete, sárga, piros, mindenféle alakban, formában, ízben. És a paradicsomokról még nem is beszéltünk, ugyanis azok szerintem következő héten lesznek elvetve, és rengeteg újdonságunk van, abból is van szerintem 25-30 fajta. Aztán vannak ilyenek, bocsánat, hogy ide jövök, vannak ilyen érdekességek, szerintem ezt még lehet, hogy ma elvetem. Tehát az olyan dolgokra szeretnénk egy picit nagyobb fókuszt helyezni, amik ilyen különlegességek, tehát amit nem nagyon lehet máshol megkapni. Tehát ilyet szerintem, ha elmegy valaki egy biopiacra sem kap, nálunk lesz. Úgyhogy ebből lesz sokféle. Tehát mindegy, itt már folyamatban vannak a dolgok, szerintem jövő héten ez a még egyelőre rendetlen asztal is fel lesz töltve mindenféle dolgokkal. Úgyhogy mi komolyan készülünk erre a szezonra. És akkor még utoljára bekukkantunk a nagy fóliánkba, ami mellé hamarosan reméljük, hogy épül a másik is, az lesz az évnek a következő nagy projektje. Úgyhogy nézzük is ezt meg. Tehát ez a nagy fóliasátrunk. Tavaly ebben volt a paradicsom, a paprika, az uborka. Idén itt nem lesznek ilyen növények, azok az új fóliába kerülnek majd át, aminek technikai oka is van, meg próbáljuk a betegségeket így is visszaszorítani, tehát hívhatjuk ezt vetésforgónak, bár ugye ez nem egy klasszikus vetésforgó, lényeg az, hogy azok a másikban lesznek. Ami itt van, ugye ősszel elduggattunk pár fokhagymát, illetve hát körülbelül egy hete vetettünk el egy csomó mindent, amelyekből már látszik egy kis eredmény. Ugye ezek, ha jól emlékszem, retkek, de van itt tacsoly, komacsuna, újhagyma, spenót, aztán itt tavalyról még látszanak a kis kakukkfüvek, abból van egy csomó, ott messzebb látszik egy csomó menta, fodormenta, amelyek egyébként most már ilyen gazként itt kezdenek elszaporodni, úgyhogy szerintem az abból lesz biztosan. Úgyhogy nagyjából ennyi, be lett installálva egy új öntözőrendszer rész, tehát ezek a szórófejek. Pont azért, mert a salátáknak nem baj, hogyha egy kicsit éri a levelét is, főleg ha majd melegebb lesz, és itt ilyesmik lesznek. Ugye itt a mögöttem lévő sor lesz az, ahol majd mindenféle különleges salátamixek fejlődnek. Úgyhogy nagyjából így áll most a helyzet. Én azt gondolom, hogy rengeteg gyönyörű zöldségünk lesz, úgyhogy érdemes elgondolkodni azon, hogy ennek a részese szeretne lenni valaki. És ha igen, akkor először is a leírásban majd még több részletet is megosztok, többek között a fizetéssel kapcsolatban, hiszen azért nagyon fontos dolog, hogy mennyibe is kerül ez, tehát a választható opciókkal kapcsolatban, illetve be fogom linkelni azt a jelentkezési lapot, amin keresztül ez egy űrlap, amelynek a kitöltésével lehet jelentkezni még az idei szezonunkra. Azért mondom azt, hogy még, mert ezt egy pár napon belül lezárjuk ezt a részt, ugyanis véglegesíteni kell azt, hogy pontosan hány részesedésre milyen zöldségeket termelünk. Tehát ez nekünk egy technikailag fontos dolog, de aki még most szeretne, egyáltalán nincs elkésve, hogy ebbe beszálljon. Nyilván fontos az, hogy az átadó pontok viszonylagos közelében lakjon valaki, ahhoz, hogy ezt egész évben ugye kényelmesen tudja használni. Úgyhogy nagyjából ennyi. Én azt kérem, hogy ha valakinek tetszett ez a videó, és még nem követ minket, az legyen kedves,
követni, nyomja meg a követést, illetve hogyha bármilyen elmondott résszel kapcsolatban, hogy most leginkább egyébként a zöldség közösséges részre gondolok, ugyanis ez egy itt Magyarországon az együtt, hogy van egy jó néhány olyan gazdaság, aki sikeresen használja ezt a modellt már hosszú évek óta, mégiscsak egy újdonságról van szó, tehát hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor legyetek szívesek ezt föltenni a kommentekben, és én megigyekszem, hogy minél jobban részletesebben válaszolni rá, illetve az egyéb dolgokkal kapcsolatban is, hogyha bármilyen kérdés fölmerül, akkor azokra is nagyon szívesen válaszolok. Úgyhogy köszönöm szépen, köszönjük szépen a figyelmeteket innen a Gyurgyalagos tanyáról, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!